Legkevesebb 3 ember meghalt, több száz otthon megsemmisült, és több milliárd dollár kár keletkezett az Egyesült Államok középső részén pusztító árvíz következtében. Nebraska, Missouri és Kansas államokban a heves esőzés miatt a Missouri folyó áradása okozott károkat. Maga a folyó vízszintjének megemelkedése tavasszal nem meglepő, a mértéke viszont a helyieket is sokkolta. Minden évben megárad a folyó, de ez most egészen páratlan. Új rekordszint, mondta az egyik kansasi sheriff. Nebraskában egyszerre esik és olvad, ami komoly károkat okoz a Bellevue-höz hasonló településeken. Még soha nem láttam ilyen gyorsan emelkedni a folyó vízszintjét. Istentelenül gyors. Semmi időnk nem volt a mentésre, mondta egy helyi lakos. Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint a milliókat veszélyeztető áradás egészen májusig tarthat.